Ilyen adóazonosító kártyát csak a 2006 után született gyermekek kaptak automatikusan. 2006 előtt még a szülőknek kellett igényelni. Adóazonosító jel nélkül azonban a munkáltató nem tudja majd érvényesíteni a családi adókedvezményt a bérszámfejtés folyamatában, ezért az okmány minden gyermek számára fontos. A családi adókedvezmény csak a kedvezményezett gyermekek után vehetik igénybe a szülők, tehát hogyha valakinek több gyermeke van, de a jogosult gyermekek száma nem éri el a megfelelőt, akkor természetesen ezeket nem tudják érvényesíteni. Nagyon fontos arra figyelni, hogyha valakinek a bére nem éri el a megfelelő összeget, és nem tudja maximálisan érvényesíteni ezeket a kedvezményeket, akkor megteheti a járulékokból is, hiszen ezek családi adó- és járulékkedvezményként élnek. Ha valaki mégsem kapta meg ezeket az adószámokat, a NAV ügyfélszolgálatánál bármikor igényelheti. Hogyha valaki nem rendelkezik ezzel az adóazonosító jellel, az se essen kétségbe, hiszen itt az ügyfélszolgálatunkon meg tudja kérni a gyermekének az adóazonosító jelét, amit egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2016. december 31-ig 25. életévüket be nem töltött gyermekek részére megképezett, és hivatalból ki is postázott, tehát ez már szeptemberig megtörtént. A családi adóalap kedvezmény 2017-től egy gyermek esetén 66.670 forint, két gyermek után 100.000 forint, három gyermekeseknek pedig 220.000 forint lesz havonta. Ez azt jelenti, hogy a nettó kereset egy gyerek után 10.000 forinttal, kettő után 30.000 forinttal, három vagy több gyermek után pedig 99.000 forinttal lesz magasabb. Magyarország a költségvetés 4,7%-át, összesen 1741 milliárd forintot fordít majd családtámogatásra 2017-ben. Ez az összeg 14%-kal magasabb, mint az idei évben.